Köszöntöm a Répce TV nézőit és követőit, heti hírösszefoglalónkat látják. Elsőként Szabó József polgármesterrel készült beszélgetésünket ajánlom figyelmükbe, melyben az elmúlt időszakról és a közeljövő terveiről kérdeztük városunk vezetőjét, majd egy riportot láthatnak Baranyai Bence evangélikus lelkésszel, akit a hónap végén megrendezésre kerülő táborukról kérdeztünk. Tartsanak velünk! Február óta nem tartottak képviselőtestületi ülést, a döntések meghozása a polgármesterek privilégiuma volt. Szabó József ezt a feladatot és felelősséget mégis megosztotta a választott képviselőkkel olyan módon, hogy a testület tagjai elektronikusan megkapták az anyagokat, előterjesztéseket, és reagálni tudtak ezekre, elmondhatták véleményüket városunk vezetőjének. A június 25-én megtartott testületi ülés ennek az időszaknak az értékelésével és ezeknek a döntéseknek a grémium által való szentesítésével kezdődött. Több mint három hónapja nem találkoztunk ebbe a körbe ismert okoknál fogva, és hát úgy nehezen rázottunk. Az kiderült, hogy mindenkinek hiányzott ez a képviselőség. Hiányoztak a testületi ülések, de az első ülésen nagyon sok napirendi pontunk volt, és elsősorban szentesítettük azokat a rendeleteket, illetve azokat a hozott intézkedéseket, amit én hoztam az elmúlt három és fél hónapban. Még a napirendek tárgyalásának megkezdése előtt búcsúztak és gratuláltak is a testületi tagok. Elbúcsúztattuk Molnárné Katit, aki hosszú évtizedeken keresztül itt dolgozott az önkormányzatnál pénzügyi csoportvezetőként, illetve köszöntöttük a karatésainkat, akik újra ebbe az évbe is, vagy az elmúlt évben is sikerre halmoztak, és köszöntöttük ezeket a fiatalokat. Megtörtént a 2019-es esztendő zárszámadása, vagyis pénzügyi lezárása. Nagyon sikeres évet zártunk 2019-ben, és a tartalékaink is, illetve a vagyongyarapodásunk is azt vetíti előre, hogyha tartjuk magunkat ahhoz az elképzeléshez, hogy 2020-ban egy nagyon takarékos évet fogunk végigvinni. Tehát az azt jelenti, hogy több területen visszavonunk pénzeket, akkor, hogyha megfelelő tartalékkal indulunk, akkor a várható megszorítások, pénzelvonások, illetve a várható iparizési adó csökkenés is talán nem okoz akkora gondot a jövő évbe, mint azt egyébként okozna, hogyha nem tennék meg ezeket az intézkedéseket. Ennek a takarékosságnak a jegyében csökkentette a képviselőtestület a civil szervezetek idei támogatását, hiszen gyakorlatilag az év első felében nem tudtak érdemben működni ezek. Mindenki meg is értette, úgyhogy döntöttünk arról, hogy körülbelül két harmadát fizetjük ki a támogatásoknak. Helyreállt az intézmények működése, fogadja a gyerekeket a bölcsöde, az óvoda, és rendelnek az orvosok is. Jövő héttől a vérvétel is helyreáll. Elindult most 29-én, ma újra nyílott a idősek klubja is. Tehát azt tudom mondani, hogy gyakorlatilag a normális élet visszaállt Répcelakon. Zajlanak a gyermektáborok is, melyeknek ebben az évben kiemelten fontos szerepe van. Azt kértem, hogy most ebben az időszakban, amikor a szülők nyilván több szabadságot vettek ki itt a járványidőszakban, lehet, hogy nagyobb gondot okoz a gyerek elhelyezés. Tehát azt kértem minden tábor szervezőtől, hogy egy picit az idén a rendkívüli helyzetre való tekintettel a táborok nyitottabbak legyenek, tehát magyarul az a cél, hogy akinek gondja van a gyerek elhelyezéssel, az ezekbe a nyári táborokba el tudja vinni, függetlenül attól, hogy mondjuk az érdeklődési körre az kapcsolódik ehhez a táborhoz, tehát ilyen kvázi gyermekmegőrzés címen is mennének ezek a dolgok.
A beruházási projekteket érdemben nem zavarta meg a pandémiás helyzet, folyamatosan szépült a radóház és környezete, és átadásra került az időjárás állomás. A klímastratégia program keretében átadásra került a Répcelaki meteorológiai állomás, ez ott van helyileg az egészségház mögött, és nagyon sok adatot szolgáltat. Elérhetőség az a képújságban megtalálható, meg a honlapunkon is fent van, nagyon egyszerűen el lehet érni az állomás adatait, és hát olyan 10-12 adatot lehet lekérni erről az állomásról. Én azt gondolom, hogy hát úgy érdekességként is néha-néha az ember ránéz, de szerintem a mezőgazdaságban dolgozók, vagy olyan területen dolgozók, akik jobban ki vannak téve az időjárásnak, biztos vagyok benne, hogy hasznos információkat kapnak. Elkezdődött és zajlik továbbá az iskola felújítás és a szennyvíz beruházás, mellyel kapcsolatban a héten tartottak lakossági fórumot. 30-án kedden tartottunk egy lakossági fórumot a Vörösmarty, Gárdonyi és a Dózsa-György utcai lakóknak, akik érintettek ebbe a csatorna kiváltás ügybe. Nagyon sokan eljöttek, szerintem nagyon tartalmas megbeszélés volt, igyekeztünk azokra a kérdésekre választ adni, amik ott felmerültek. Nyilván amik egyedi kérések, azokat pedig majd a kivitelezővel vagy a üzemeltetővel lehet közben tisztázni. A Csánigi utcát lassan befejezik, tehát körülbelül még egy-két hétig lesz ott munka, akkor lesz egy ideiglenes helyreállítás. Kicserélték az összes csatornák naperlapot, és amint ígértük, a konszolidáció után véglegesen meg lesz majd csinálva a Csánigi utca, addig pedig továbbra is türelmet kérünk. A mindennapi kérdésekről és a közeljövő gyakorlati történéseiről is szót ejtettünk. Ilyen többek között a városban lévő közterületek karbantartása. Többen szóvá tették hogy miért nem nyírunk sűrűbben füvet. Ezt minden évben, amióta én emlékszem, ez felmerül. Ilyenkor júniusban, amikor sok esőben és meleg van, és otthon is tudjuk, hogy a gaz az nő rendesen, tehát egy kis türelmet és megértést kérek a kritikusainktól, hogy tényleg igyekszünk nyírni, de egyszerre mindenhol nem tudjuk frissen levágni a füvet, illetve a sövényt, de nyilván igyekszünk, hogy ez minél gyorsabban menjen. Lesz lomtalanítás július 7-én, 8-án és 9-én. Arra kérem a tisztelt répcelakiakat, hogy tartsuk be azokat a kéréseket, amiket megfogalmaztunk ebbe a levélbe. Sajnos azt fogják csak elvinni, amit kiírnak. Nosztalgiával gondolunk azokra az időkre, amikor mindent ki tudtunk rakni, és akkor azt úgy elvitték. Azt kérem, hogy vegyék még jobban igénybe a hulladékudvart. Kedden és egy hónap egyszer szombaton ki lehet vinni elég sok mindent a hulladékudvarba. Tudom, hogy ez macerásabb, mint kirakni az utcára, de tudomásul kell vennünk, hogy a szolgáltató ezeket a szolgáltatásokat végzi el. Döntött a testület a kátyúzásról is. A munkákat körülbelül 5 millió forint összeg értékben az Épút 2000 Kft. Végzi el a nyár folyamán. A többi szükséges javítás mellett két régóta halogatott szakasz kerül rekonstruálásra. Postához vezető járda lesz felújítva, ott van két ilyen bemélyedés, és többen szóltak főleg a kerékpárral, illetve ezekkel a kis villanyautókkal közlekedők, hogy ez gondot okoz. Azért halogattuk eddig, mert azt gondoltuk, hogy ott lesz egy kábel fektetés, de aztán most már negyedik éve csak ígéret van, és mondtam, hogy akkor majd felbontjuk legfeljebb, tehát magyarul ezt megcsináljuk, illetve csinálunk egy járdaszakaszt az Rényi utca végén, egy olyan 30 méteres, ahol nagyon romlott állapotban van a járda, azt felújítjuk.
A héten lezajlott a Szikgyen, a katolikus gyülekezet napközis tábora, melyet közel 30 gyerek részvételével rendeztek meg. A tavalyi kihagyás után idén újra lesz evangélikus tábor is. Július 27-től 31-ig várja a gyerekeket Baranyai Bence, Szabó Varga Alisz, Szalai Szabolcs és több teológus hallgató segítő a plébánia udvarán. Magát a programot 9-kor tervezzük majd elkezdeni, de tulajdonképpen már 8-tól érkezhetnek a gyerekek, és a napzárása pedig 3:30-kor lesz, és ugyanúgy utána, még hogyha erre igény van, akkor biztosítunk felügyeletet a gyerkőcöknek. Markáns különbség az eddigi táborok metódusával ellentétben, hogy nem tartanak ebédszünetet. Én úgy gondoltuk, hogy egyrészt sokkal inkább valahogy egyben van a nap, hogyha nem tartunk ebédszünetet, így a szülőknek is könnyebb lesz talán, hogy nem kell megoldani azt a rövid időt, amíg a gyerekeket hazavitték ebédelni, vagy nagyszülőkhöz adták le, így most tartunk egy közös ebédet, és úgy folytatjuk a programot. Másrészt viszont azért benne van ebben a járványügyi intézkedéseknek is a szerepe, hiszen azért amikor kiírtuk a tábort, amikor bejelentettük, hogy lesz, akkor még azért meglehetősen szigorú volt az étkeztetésnek a biztosítása, és így úgy döntöttünk, hogy jobb, hogyha ezt az iskolában oldjuk meg. A tábor központi képe az evangélikus alapgondolat, az erős vár lesz. Ehhez kapcsolódnak a napközbeni foglalkozások, de persze lesz bőven játék és egyéb szabadidős tevékenység is. Délelőtti áhítatok témája is mind-mind egy olyan történet lesz, bibliai történet, amiben tulajdonképpen ez az erős vár istenkép az, ami kidomborodik, hogy az Isten a mi oltalmunk lehet, ami biztonságunk lehet, és ezt fogjuk feldolgozni a gyerekekkel különböző interaktív kiscsoportos foglalkozásokban, és aztán utána a délelőtt későbbi folyamán már lesznek sport lehetőségek, játékok, kézműveskedés is, illetve szeretnénk majd, hogyha ez az erős vár fizikailag is valamennyire itt megvalósulna a tábor területén, úgyhogy valamiképpen a várépítés is előtérben lesz. Bár a fiatal lelkésznek ez az első tábor a Répcelakon, de komoly gyakorlattal rendelkezik. Nekünk ugye lelkész jelölteknek, teológusoknak végig minden nyár a táboroztatásról is szólt, tehát azért sokat foglalkoztunk különböző jellegű, néha kisebb, néha nagyobb hittantáborokban gyerekekkel, akár országos táborokban is. Itt most az lesz a kihívás, hogy táborvezetőként kell helytállni, viszont hát rengeteg örömforrás is, ezért mindig a gyerektáborok, nyári táborok azok, ahol kicsit lazábban is együtt lehetünk, szerintem sokkal több minden ragad a gyerkőcökre, mint mondjuk az iskolai hitoktatás keretében, úgyhogy én már nagyon várom. Még mindig lehet jelentkezni a táborra, a jövő hét folyamán még szeretettel várnak mindenkit, aki kedvet kapott egy tartalmas hét jókedvű közös eltöltésére. Kövessék továbbra is a Répce TV híreit, hogy mindent megtudjanak városunkról.